Magyar, lengyel, cseh, szerb, szlovák és portugál diákcsapatok érkeztek Kispestre a 8. Ádám György sakk emlékversenyre. A tornát évek óta a kispesti Barca Gedeon Sportklub rendezi. Elsősorban itt a sportbaráti kapcsolatok erősítése a fő cél, mint már az előző 7 évben is. Az idei évben 10 csapat vesz részt a versenyen, 5 külföldi, 5 magyar. A külföldiek Szerbiából, Szlovákiából, Lengyelországból, Csehországból és idén először Portugáliából érkeztek, és őket pedig a hazai csapaton kívül, a Barca Gedeon SC-n kívül, a TFS-e, a Sakmatyi Sakkiskola, a Sirály SE és a Sárkány DS-e csapata képviseli. Az emlékverseny megnyitóján köszöntőt mondott Pojánszki Zoltán, a Magyar Sakkszövetség elnöke, a versenyt támogató OTP nevében Nagy Zoltán Péter, és Vincek György, Kispest alpolgármestere, aki személyesen is ismerte a korán elhunyt Ádám Györgyöt. 8 évvel ezelőtt még munkatársunk volt, és a polgármester hivatal informatikusaként dolgozott. Ő országos szinten is elismert sakkversenyző volt, és sakkszervező, sportvezető is. A magyar sakk élet egyik kiemelt alakja, amelyről a klubja egy emlékversenyt indított 8 évvel ezelőtt a halálát követően, és mi kispesti önkormányzat ezt a versenyt folyamatosan támogatjuk. Hát nem beszélve erről az érzelmi attitűdről, meg az, hogy sok sikert hozott az egyesület is, és erre nagyon büszkék vagyunk. A háromnapos verseny 9 fordulóból állt, minden csapat játszott minden csapat ellen, napi 3 fordulóban. Egy-egy játék 25 perc volt. Nem jönnénk minden évben, ha nem lenne jó tapasztalatunk. Örülünk, hogy itt vagyok. Én, mint szerbia magyarnak persze, hogy örülök, akármikor tudok ide Magyarországra jönni. Minden évben nézem, hogy másik városból hozzak csapatot. Hogy most honnan hoztak? Most Kragujevacról. Azon gondoskodok és azon dolgozok, hogy minél több városból megismerjék a Magyarországot, magyar kultúrát és a magyar sakkot. A játékon kívül számos egyéb programot is szerveztek a külföldi vendégeknek. A kezdőnapunkon délelőtt Medvegy Zoltán nagymester adott szimultánt. Holnapi nap egy ilyen kis sporttevékenységnek lesznek részesei a vendégeink, és vasárnap délelőttre pedig egy hajókirándulást tervezünk. Az idei Ádám György emlékversenyt a lengyel csapat nyerte. Második és harmadik helyen magyar csapatok végeztek.